Egy tiszteletre méltó államférfi, Helmut Schmidt volt német kancellár halálának hírét a menekült probléma és a nemzetközi terrorcselekmények háttérbe szorították. November 10-én 96 éves korában hunyt el a kancellár, politikai és irodalmi tevékenységéről is beszélt professzor Enszabó József televíziónknak, aki személyes kapcsolatban is állt a volt német szövetségi kancellárral. ...1999-ben Frankfurtban volt a könyvvásár, ugye ez a világ legnagyobb könyvvására, és először a könyvvásár történetében Magyarország díszvendég volt, és erre a könyvvására kivitték az én könyvemet. Ez egy támogatott kiadvány volt, a Magyar Kultúra Egyetemes Kultúra angol nyelvű kiadása, és ez egy sikerkönyv volt, és a könyvvásár után, mint ott találkoztam német szerzőkkel, egy-két német politikussal is, és ezután úgy döntöttem, mert említették, hogy Helmut Schmidtnek van érdeklődése a európai világkultúra, különös tekintettel a németek és a szomszéd népek kapcsolatára, elküldtem neki a könyvet, és a könyv elküldése után írt nekem egy levelet, és utána úgymond kialakult egy levelezési viszony a kancellár úr, ex-kancellár úr és közöttem. Még utána küldtem neki vagy 4-5 publikációt, ami az európai és a magyar kultúra, a német kultúra viszonyával foglalkozik, és ezekre mindig szeretettel válaszolt. Én a levelet a Zeit nevű folyóirat, hoz küldtem. A folyóiratnak meghatározó szerkesztője, mondhatni, hogy főszerkesztője a kancellár úr. Tudni kell róla, hogy hetente 2-3 alkalommal bejárt, teljesen képbe volt a szerkesztőség munkájára, és akkor oda küldtem a levelet, ott, illetve a publikációkat, először a könyvet, utána a cikkeket, és akkor utána ő rendszeresen megválaszolta. A magyar-német viszonyban nem volt konfliktus a kancellár idején. Brandt kancellár lemondása után indította el keleti politikáját Schmidt, amelyben a kelet-európai országokkal rendezte viszonyát a szövetségi köztársaság. 74-től 82-ig Schmidt, mint a Bundesrepublik kancellár, és ekkor épülnek ki a nagyon jó keleti kapcsolatok, többek között a magyar kapcsolat is, de ez már egybeesik a nagyon jó elmélyült politikai kapcsolatokkal is. Addig a 60-as évek végéig többé-kevésbé csak gazdasági viszony volt, kicsit kulturálisan is épülnek a kapcsolatok, mert ugye Németország úgy emancipálódik az új világba, hogy először mi lesz Németországból gazdasági világhatalom, ez volt a úgynevezett német csodának az időszaka, ez a Wirtschaftswunder, és akkor utána ez a gazdasági fellendülés majd a sikeres keleti politika következtében, amiben meghatározó szerepet játszott a Schmidt kancellár, ugye az ki fog teljesedni politikai nagyhatalmiságba, ami már teljes akkor válik, és ekkor lesz Európa vezető hatalma. Politikai munkássága alapján olyan eredményeket ért el, amit egy nemzetközösség és a nemzetközi közösség is elismert. 1974-től 82-ig kancellársága alatt kikezdhetetlen volt, államférfi volt. Minden területen, mindenhol, mindenki nagyon nagyra értékelte. Ez összefüggött azzal is, hogy Schmidtnek nagyon kiváló szakmai tudományos tevékenysége is volt. Hát ugye eredetileg ő közgazdász, de mind említettem, a kultúra kérdései nagyon foglalkoztatták, a kelet-európai országokhoz való viszony, ezekben mindenből publikált. Eljutott a globalizmus elemzéséhez, nálunk is volt ő annak idején, óriási üdvözlést kapott, mindenki szerette. Úgyhogy úgy vonult be itt a magyar-német kapcsolatok történetébe is, hogy egy nagyon kiváló ember volt, és sok mindent tett a magyar-német kapcsolatokért.